Az meg! Kurva életbe! Hogy nem enged mozdulni se bazd meg, amikor lő! Rám jönnek 40-en, és akkor rohadjak meg. Szerintem egyszerűen fogd ezt a kocsit, amiből kiszáll a fekacs hajcsoló, ahol... Megint megfoglalni, tessék, kész vége. Jövök felé! Ölj már meg, te szerencsétlen! Hahahaha, nem hiszem el, jaj, olyan. A 4 HP-t találgatod, mint a 100. Hát ez az. Mondom, szerintem csak fogd ezt a kocsit és hajtsod, ahol van az oszlop, ami ezt kibegyincsek. Hát, hogy az lesz. Az addig is legalább lesz egy másik checkpoint, nem kell mindig innen kezdeni, bazd meg a legelejére. Hát, ha a jelenettől meg... Takarodj ma a püdös picsába, te nyomorék! Meg ilyen a köcsön. Mondjátok ma a faszom, hát nem igaz, hát... Minden nyomorék beáll elém. Ribasz is a nap. A csávó is ott kezd el nyújtaszkodni. Jó, ezt a ládát meghagyom későbbre. Nem tudom, hogy elhasználni. Most én már tudom, hogy hol van. Ezt meg... Lövök bele, hiszen nem hal meg a hó, ugyan hol halna már meg egy kibaszott shotgun lövéstől, bazd meg. Kettőtől. Kibaszott random sebzés. Nyomorék. És lefekszik ide eléd meg. Imádom a kibaszott nyomorék random sebzést ebben a kurva játékban. Azt tényleg nem. Nyárat lőjed arcon, te nyomorék szar! Hogy a faszomból lő le? Hogy a... Hogy lő le onnan, bazd meg! Onnan! Hogy a kurva anyjába képes onnan engem le... Ennyi HP-t levitt, bazd meg! 50 HP-t, bazd meg! Vagy nem tudom mennyit. De majdnem. Szerintem mehetsz is vissza oda a ládához kb. Akkor. Hát igen. Mert az ennyit fog kb. Azt hiszem vissza is tölti az egészet legalább. Vagyis 50-et, de az majdnem az egész. Itt a fekacsával meg. Legalább ez mindig meghal. Az legalább nem jelent fenyegetést. Nem úgy, hogy az öreg papi, aki a fél élet előret levette. Mert csak feszítő vasa van, ez semmit se tud. Neked dobja. Ta-na-na. Ilyen komótosan. Ezek meg itt tökre el vannak a hullák között. Itt is felbukál csávó a jackpotot. Még a kedvencük, aki szerelmes a Tomiba. És ugyan erre, hogy jó hullák, hullák, itt járt. És akkor egy ilyen tovább. Hogy elmaszt? Ez olyan működik? Krisztof. Semmi a fegyverébe, egyszerű. Vagy ez lenne az övé? Ja, nem ez az enyém. De ebben sincs semmi. Semmiben sincs semmi. Ja, ott van egy csávó. Erre eltalálom azt a kurva sorompót, hát! Ne!
Igaz, hogy ott van előttem valami, és abba beleülök, annyira kurvára idegesít. Tisztán rálátok. Az meg. Hagyod benne nekem 21-et. Mi? Ezért basztatod a mikrofonodat. Nem a mikrofont akarom basztatni, igazából a headsetet basztatom. De mit csinálsz vele? Mert szar, mert jobb oldalon nem igazán szól mindig. És itt baszkodni kell vele. Azt tudod, hogy eléggé hallatszódik, hogy lecsög össze-vissza. Aztán ennyi volt egyelőre. Arra megyek Frankhez. Rég elfutatott volna Frank, hogy annyira akar. Tom. Frank, the Don sent me. And you know why. Áruló szemét vagy. I know. I don't get what happened to you. I thought you were my friend. I'd have never guessed that something like this would happen. Why the hell did you do it? Tom, I couldn't go on this way. Too many people have died lately, and I don't have the stomach for it. You used to be different with the guy in the old days. Maybe I'm just getting too old. Tom, this is a war, and I don't want to fight anymore. I got a child, and I thought I'd finally get some peace. You couldn't have done this some other way? You didn't have to sell us out. It came for me, and I had to surrender. They have my wife and daughter, Tom. If I don't give them the books, they'll kill them. Before, we used to solve things like men. You, Paulie, or Sam, we'd get them back. But I can't take that risk this time. I don't want to lose them, Tom. I can't live without them. They told me if I did what they wanted, they'd release them and send us to Europe. And we'd start again. Cops? The cops are blackmailing you and want to kill your family? Ever since you and Paulie killed that Billy kid, cops and Morello have been working hand in hand. Counselor, the kid's father. Igen, Morello. A zsarukkal együtt dolgozik, annyi pénze van. Nekünk minek csócsajtásért lecsuknak minket, vazzik. I'm afraid the situation has changed somewhat. Where are the books, Frank? I haven't got them, Tom. You handed them over already? No, no, Tom. I'll tell you where they are if you get my wife and daughter back. We were supposed to wait here at the airport, so they must be holding them somewhere around here. Come here after if you want. Just make sure they get out of this city alive. Fine. But you'll have to give me those books first, Frank. Sorry, but they're in case you're lying. Nem támadsz rá, mi köcsög? Vedd meg! Feri, törődj már bele, hogy csak az egyik oldalról szól, és hagyd abba a kibaszott paszkódást. Tudod, milyen idegesítő, milyen felbasszó? Tudom, milyen idegesítő, van olyan headsetem. Ezért is nem használom. Ez a jó hangzat, törődj már be. Na, itt van ez, hogyha az egyiket megölöd.
A másik jön és rád támad. Hello. Hát mert szerelem. You come to save us. I am indebted to you. Where is Frank? He's here. Wait here. I'll be right back. Sose láttam még az arcát. Vagy láttam? Tudjuk mondani. Lesznek még? Most ezen gondolkozom, hogy lesznek-e még olyan ellenfelek? Nem, itt már nincsenek szerintem. Ide ki lehet menni arra azért, arra mezőre? Hááááá, nem tudom. Menj ki! Nem. Max később. Felszedem a jegyeket és utána vissza kell menni Frankhez? Akkor már nem ott lesz, ja de vissza kell menni, tehát nem megy. Már nem ott lesz, megvan bilincselem, már nem ott, magába vitte az oszlopot. Valamiért azért vett, hogy már gépre szállnak így fel és már ott van, de... Na, akkor szerintem már csak így, hát fasz tudja. Bazd meg először, nem a jegyért kellett volna jönni, mert Frankért a kurva életbe. Ja igen, most kell odavinni a családhoz, és utána mentek a jegyhez. És amíg visszajössz a jegyért, akkor már nem ott lesz. Csába. Feri. Hagyja békén! Állj le! Felbasz! Miért nem szól a jobb oldala? Mert egy utolsó szar. Kurva élet! Mint a gépen. Az Isten fasz! Igaz, hogy nem szól. Miért nem szól? Nincsen másik. Nem, nincsen, ez van. Hát Isten. És új kábel van benne, mert a kábel része ki lehet cserélve, mert a másik szarult, és már ez is szar. Na rég rossz, hogy javítani is kell. Isten, többen passza ez. De ha itt tartom az ujjammal, akkor jó, csak nem akarom itt tartani az ujjammal. Igaza volt Kának, hogy így utána az a módszeres lesz, hogy így áttekerem egyszer a fejhallgató részén, meg minden. Ká, mi? Csendben. Ó, azt hiszem megvan, hogy kell. Megvan. Faszom, előbb jó volt és leesett. Kurva! Ó, itt is van erőfeltöltöm, ott nézem. Mondjuk mi értelme van ide? Mire ideje, ezt már nem lesz több ellenség a pályán. Kár, hogy ilyen csendben, nem hallom. Itt van még a hívásban, úgyhogy... Nem tudom, csak úgy... Nagyobb. Hát, hogy meghalt. Ja, nem halt meg. Ja? Ja. Mondtam el, hogy egy kill. Ja, ja nem is hallottam. De jó, akkor... Biztos azért nem hallottam, éppen szarakodtam a fejhallgatón. Na most beállítottam, most jó. Csak nem szabad megmozdítanom a fejemet egy milliméternyire se, és akkor jó. Esküszöm, hogy szemúgy olyan volt, hogy a szemgolyomat mozgattam valamelyik irányba, és attól elment a hang, esküszöm. Esküszöm, ennyire érzékeny volt, hogy a szemgolyom súlya átment valahol arrébb, vagy nem tudom. És ettől elment a hangja. De most jó. Az vége. Faszom. És nem mozoghatok, mert akkor egyből elmegy. Nem problémáim. Jó idő volt szemgolyó, így lehetnek bazni. Nem is a fejemet mozgattam egyik elmű, csak maga, csak arra néztem, és már attól elkezdett elmenni a hang. Pont arra ment el, amerre néztél. Azt hiszem, elbaszod őket. Milyen szomorú hangulat van, itt meg fog halni, meg minden, elvileg meg azt hiszi, és így befarolsz ide. Tök vidáman. Igaz, a tetőablak, hogy party van. Let me say goodbye to March and Alice, and then we'll sort out this what? Business. What? Frank, you want flying with us? What? I can't. What? Tommy and I have a very serious situation here that we must sort out. Right, Tom? Frank, just tell me igen. Where the books are, then go with me. Miért engedsz el mindenki, Tom? Emiatt van baj. Would you explain it to the Don? Forget about you're it. That's my like problem. That. Where are the books? I'll never forget this.
Here's the key to a safe box in the First National Bank downtown. The books are there. Take it, Tom. Thanks. And Tom, thanks for everything you've done for us. I'm indebted to you. And tell the Don I'm sorry for the way things had to end. To the Don, you're dead, Frank. If he finds out you're not, then this isn't finished. Now just go. Tommy, I'll never forget how you helped us. God bless you. Jaj, jó, nem felejtik el nekem, sose látom őket, de azért... Bye, mister! Igen, de utána elbasznak mindent, úgyhogy köszönjük, igen. Kösz szép. Bye, mister! Ilyen repülés elbasz őket. Bye, mister! És így belerugná egyet a picsába. Elesik a bőröntbe. Frank told me that in the car. And now, it was me who was meant to kill a friend. Only I didn't do it. Don't do to others what you wouldn't want them to do to you. Nem tudom, hogy mennyire lehet spoilerezni, hát már kimul a játék egy ideje, úgyhogy... Később ugye... Ne lőjünk le semmi poént, nem! Ne lőjünk le semmi poént, lehet, hogy valaki még nem játszott a játékkal. Hát azért az bassza meg, aki ezt nem játszotta, mert... Hát most majd megismertetjük, hát figyelj, aki mondjuk 2002-ben született, az még biztos, hogy nem játszott vele. Hát de az... az miért néz? Hát mondjuk igen, az jó kérdés, hiszen ez 18 pluszos játék, tehát... De mindegy. Áú! Feri, te... Szerintem kinémítom magam, amíg bazzakodok ezzel. Aztán elfelejted visszaállítani, hogy úgyis. Nekem volt ilyen. 3-0 egy kiabáltam egy kombba, aztán észrevettem, hogy le van Skype-ban némítva a mikrofonon. Helyes. Nem nevetsz, bazz. Ez nagyon vicces. Nem az. Köppet fogytyos voltam. Kicsába, szemtanú. Nem is zavarja, hogy ilyen 100 hulla van ott benn. Most már nem. Stílusos megoldás. Lakatos Omerta. Büszke vagyok magamra, megcsináltam. Fél másodperc múlva elromlik. El fog, mert leesett be, most kitámasztottam itt is. Leesett. Nagyon fog csapni az áram. Na most jó, mert amíg annyit baszakodtam, hogy jobban kiúztam, mint kellett volna, úgyhogy visszatoltam egy kicsit. Most talán jó lesz. Okay. Fogjátok hallani, ha nem lesz jó. Mert megint dühöngeni fogok. A faszomat! De nem igaz. Szerintem vágd az egyik füledet, az egyszerű. Ezek másik oldalra, és akkor ugyanúgy hall. Legalább tudom nézni akkor a fülemet, ha levágom, és nézhetem a fülemet. Nézem a fülemet. Vagy nagyon gyorsan forgasd a fejedem, hogy mindig halljad az egyik oldalon. Ez egy jó megoldás. Orosz érnek meg valami megharapni a fülemet. Aha, mit csinál? Ó, megvan, megvan, hogy lesz, jó. Kicsit sem jó. Nyakába teszi a lábad, kétszer átfúzza rajta a fülemet. Nem múltkor a nyakkal mögött vezettem el, hogy ott jó volt egy ideig. Nem vicces. De. Faszom, hát hogy nem hallom. Nem így kocsolják. Fel van. Én nem jó. Ez lesz egy olyan baj, hogy a mikrofonból fogunk szólni. Mitől romlott ez el? Semmi baj nem volt múlt héten még. Pont akkor. Nem is csináltam vele semmit. Ez a baj. Büdös, szar. Köketni kellett volna. Vannak bizonyos pozíciók, amikor jól szól, de sose úgy van, hogy megmaradjon úgy.
Nézd, mi van? Mi a szarra vett? Én tisztentet. Ez egy ork sértés. Hürcská. Hürcská. Ja, örülj neki, te mind a két füledben hallod, ahogy tüsszeltek. Faszom. Hát, miért tüsszentesz a fülébe? Hát mondjuk én akkor. Jó, 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 mindenki maradjon csendben, jó. Mi sem mozogjuk? Á, nem jó. Nem kell volna bekerülni. Hát a faszomba, a kurva rendőrökkel komolyan mondom, ilyen nincs a világon. Annyira elmű betegek. Kell ez az autó, ez a gyorsabban meg lehet emelked rázni. Sőt, lehet, hogy csak lerakják. Ilyen jól néz ki most a kocsi, de ki meg a főmenővel az mind. Ó. Oh. Milyen nyugi sem visszaszállt a kocsiba. Na Sanyi, megint megöltünk valakit. Kösz egy fánkot. Mert nem is tudtak, hogy gyorsított, vagy csak egy kiszálltak és így lelőttek, mert így unakkalunk. Szerintem tett ki ezt a sebességlimitet. Én mondom. De egyben el akarnak kukni a... Kurva anyukat tényleg. Semmi, nem az, hogy nem kéne gyorsan hagytani, meg hány büntető pontja van. Nem, 60 év letöltendő. 5-tel többen mentél, mint szabadon, azt bedobnak 60 évre egy olyan Matumbu nevű néger mellé. Miért pont ez a neve? Mert ez négyel. Nem. Utálom ezt az kurva autót, bazd meg, egy rakás szar. Ami miért nem teszed el a fegyvert a kocsiban? Hát ez az. Hogy tegyem el? Hával. Aha. Mondjuk most már mindegy, mert meg akarnak ölni megint. Nem is nem lehet, ilyen nincs. Lövegzni magad a pityába, azt kezd bírni. Rohadt tetves buzik! Ez a jó hangzik. Nézd meg egyszerűen, nem hiszem el, hát ilyen nincs a kurva isten faszába sem már. Hogy megbasznak az autók. A tető nem bír menni kurva egyszerűen, hát értetlen. Tizet többen mentél, meg kell, hogy öljünk téged. És nekem jön és lelassít. Ez annyira idegesít, hogy nekem jön és lelassít. Ilyen nincs, hogy nekem jön és lelassít, bazd meg! Ha valami neked megy, attól begyorsulsz, bazd meg, nem lelassulsz. Nem tudom ezt, hogyan gondolták, ez miért így. Baszott fogyatékosok, azért. Az azt nem gyorsabb benne újra kezdeni, mint lerázni őket. Itt kimehetsz ide a világ faszára, és akkor itt hátra le lehet rázni őket. Mire kurva jó. A 30-es évek sregbe. 30-es évek sereké. Nem menj már így!
Tetszik? Nem. Oké. Okay. Ideges. Rohamot. Ah. Nagyon rosszul vagyok, amikor így. Na, milyen régóta nem romott el a hang nálam. Tök jó. Megcsináltam. Én csak most láttam, hogy kurva legyen. Üdvel te is! A saját autójával. Saját autójával. Baszd el te is. A villamos rossz helyen lett. Karma. Azért nem ad, hogy nem láttad. Nézd, hogy annyira lehetőség oda kikerülni, vagy lelassulni, vagy elkanyarodni, de nem, te mész egyenesen, hogy átbassz. Akkor sem. Nem tudom, mikor lesz nálam. Nem, nincs ott. Akkor lehet, még később lesz. Mert azt tudom, hogy azt tudom, hogy a vége felé már van olyan. Aha. Nem, valami a Fiat Extreme-ben vagy ilyesmi, nem, emlékszel, hogy a végén van, amikor azt a narancsága kocsit kell lopni, akkor már tuti, hogy van. 100%, hogy van. Lehet, hogy legítanom kicsit. Ez nem megy időre, ho-ho! Milyen jó bekanyarodtál itt. Viszont legalább igaz, hogy nem egy időre, de ezért cserébe sok kurvára messzire kell menni. Rendőr! Jaj! Bázd meg, rendőr! Mindig egy matok! Bázd meg, törvény! Bázd meg, jogszabály! Bázd meg, büntetett elővél! Úristen, megrakott és felgyorsultam, hogy lehet? Azért, mert lejtőm is, csak ezért. Igen, szerintem is. Mert... Bázd meg, kézüti szabálysértő! Szép volt. Még így is gyorsabb lesz, mint te. Ezekkel a rendőrekkel a leggyorsabb gondolni. A leggyorsabb járni az ezekkel a kibaszott autókkal van bajom, hogy nem mennek egyszerűen, tragacsok. Ez a 30-es évek, itt ilyenek voltak. De bazd meg! A régen már egész jó autók vannak.